Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Médiacentrum élő emlékezet című történelmi ismeretterjesztő magazin műsorának szeptemberi adását látják. Mai műsorunk keretében újra ide a Hunyadi városba térünk vissza, és egy olyan ember életútját ismerhetik meg, aki egészen pontosan Világoshegyről, Kecskemét egyik régebbi pusztának területéről indult el egy tanító család gyermekeként, aztán ide Kecskemétre került középiskolai éveiben, majd egész életét egészen a mai napig itt a Hunyadi városban éli és élte is le. Berei József nagyon sokat tett a Hunyadi városi közösségért, napjainkban is munkálkodik érte. A tanyai élet, a Klebersbergi tanyai iskolai élet egyik nagy tanúságadója, hiszen családjával együtt a Világoshegyi iskolában töltött el gyermekéveit, amely azt kell, hogy mondjam, mindannyiunk számára egy olyan példamutatás, amelyet most ebben a műsornak a keretében ismerhetünk meg. Berei József életútja mindannyiunk számára fontos és példamutató, hiszen a családi szeretet határozta meg az elmúlt évtizedekben mindazt, amelyet a közösségért végzett. Az elkövetkezendő interjúban tehát Berei József életútját ismerhetik meg. Kérem, tartsanak velünk! Berei József vagyok, 1942. júni 1-én, tehát 6. hónap 1-én születtem itt Kecskeméten. Az édesapám tanító volt, pedagógus a Világoshegyi iskolánál, ami erre van a szikra előtt, tehát azon a vonalon, ott Világoshegyen, ott éltünk, ott nevelkedtem föl az iskolába, mert ez a Klebersberg típusú iskola volt, és az iskolához egy tanítói lakás is tartozott, hát apám kapta meg azt a tanítói lakást, és ott éltünk. Az iskolába 8 osztály volt, tehát elsőtől 8-ig 2 tantermes iskola volt a környékbe, ugye akkor még azért a tanyavilág egy, azok az 50-es években, 40-es évek végén, 50-es években még élénk tanyavilági élet is volt, úgyhogy olyan 80-100 gyerek járt abba az iskolába. 4 pedagógus volt az iskolába. A 2 hölgy, azok a alsó tagozatot vitték, 1, 2, 3, 4, így volt elosztva. A felső tagozatot apám, meg még először még egy másik kollega, de aztán később még csatlakozott hozzájuk, és 3-at vitték a felső tagozatot. Ott is úgy volt elosztva, hogy 5, 6, 7, 8, tehát ezek egyik osztálynak volt az óra, a másik addig csöndbe készülhetett az ő órájára. Tehát ilyen beosztás volt, de nagyon sok gyerek került középiskolába, szakmunkásképzőbe. Tehát azért jó, mert szertár is volt, az iskolához tartozott egy nem egy mostani modern felszerelésű, de azért a kémcső volt, meg egy pár ilyen kísérleti dolgokat azért be tudtak mutatni. Tehát így, és egy testvérem volt, egy nővérem, sajnos ő is már meghalt, de mikor felső tagozatba kerültünk, tehát 5. kesek, akkor onnan már bejártunk Kecskemétre, mert a Világoshegyi megálló az egy 50 méterrel volt az iskolától, tehát közel mentünk, vagy közel kellett menni, nem mentünk messzire, nem kellett járni, mert apám nem tanított bennünket, tehát ő elvből azt mondta, hogy a saját gyerekeit nem tanítja. Tehát akár a nővérem, akár én, ide bejártunk Kecskemétre már a felső tagozattól kezdve. Viszont akkor, ha jól értem a gyermekkorát, egészen pici korától a felső tagozatig mondhatni, gyerekek között töltötte egy iskola tanári lakása körül, ugye, ha jól értem? Igen, igen, igen. És akkor ugye azért egy nagy udvar is tartozott hozzá,
ott a gyerekek szünetbe játszottak, a nyári szünet meg az enyém volt. Az egész udvar, ugye meg a két tanterem is, akkor ott azért garázdálkodhattunk, ott volt egy szembelévő házba egy ugyanolyan korú gyermek, mint én, meg az unokatestvérem, ő is szintén ugyanannyi, tehát így 3-42-es egyforma, egykorú gyerekek, hát akkor éltük az életünket. Ugye az iskola, két tanterem is szabad volt, úgyhogy mondhatom, garázdálkodhattunk nyári szünetben. Utána aztán apám azért utána nem engedett, szóval keményen a pedagógus mi voltából ő aztán nem engedett, tehát hál' Istennek tényleg, hát mondhatom, hogy kicsit szigorúan fogott, de nem volt baj. Mennyi idős koráig tartózkodott ott Világoshegyen egyébként lakhatási jogcímen? A gimnázium érettségig, 18 éves koromig, mert az általános iskoláimat az 5-től a 8-ig a második Rákóczi Ferenc iskolába végeztem, és utána pedig a Katona József gimnáziumba jártam 4 évig, 60-ban érettségiztem, 1960-ban, és akkor addig tehát bejáró voltam. A reggel jött a vonat, és akkor délután mentem haza a vonattal. Diákkocsi volt, úgyhogy ott is, mert ugye sok azért lakitelekről, Nyárlőrincről, meg ugye a környező állomásokon is azért szálltak föl. Szóval a diákkocsi meg volt telve, annyi gyermek járt be. Ugye iskolába, középiskolába, szakiskolába, tehát így. Éppen én is így magam előtt elképzelem, hogy a vonat megy ki az állomásokon Kecskemétről, hiszen a Nyárlőrinci, a korábbi Kohári Szentlőrinci millióból jövök jó magam is. Ezt a Világoshegyi világot idézőjelesen jól átéltem én magam is a gyermekkoromban. És így visszatekintve ma, ha egy kicsit be kellene mutatni az 50-es évek Kecskemét környéki tanyavilágát, az egykori Nagy Kecskemét mondhatni Szikráig, milyen emlékei maradtak ebből a szabad, pusztai tanítói létből? Hát az, hogy az ember nem, tehát szabad volt, hogy úgy mondjam. Tehát nem voltunk bekötve egy bérházba, vagy egy nagyon kis, szűk kis udvarba, hanem ugye volt területünk, még mikor a gyerekek elmentek, már akkor is felszabadult, tehát 4-5 óra felé már felszabadult a terep, hogy úgy mondjam, és akkor már akkor is szabadok voltunk, meg azért nagyon sokféle gyereket láttam, és különösen már mikor kezdtem én nagyobb fiú lenni, ugye akár gimnazista, vagy már a felső tagozat vége felé, és akkor láttam a szegény gyerekeket, hogy ez viszont egy elég ugye szomorú emlék, mert ez az 50-es évek azért még nagyon szegény világ volt, ugye, hogy úgy jöttek a gyerekek iskolába, mert 3-4-5 kilométerről jártak, tehát nem volt autó, mint most, hogy a következő utcába a gyereket autóval viszik el, akkor jöttek esőbe, hóba, mindenbe, és különösen télen azért az is nagyon megmaradt, mert ugye, hát anyámék, édesanyám is, hogy segítsen, már korán reggel befűtött a tanterembe. És hogy mire jönnek 7 óra, 7:30 a gyerekek, sokan ugye, rossz, gyönge cipőbe, bakancsba, hát téli, ez a téli, meg az esős időszakra, hogy akkor már legyen meleg, ott a KH-nál oda készítettek székeket, a vizes kabátot mindent rárakták, tehát hogy a gyerekekre, és én azt hiszem, hogy ebben is egy nagyon jó nevelési példát
kaptak a gyerekek is, hogy igenis törődnek velük. Nagyon sok mindent hallottunk erről az időszakról, magáról a Klebersberg iskolák működéséről, illetve önmagában az iskola reform kapcsán ugye a Klebersbergnek a tevékenységéről, hogy milyen fontos volt a tanyasi iskoláknak a létrehozásában, az analfabétizmusnak a felszámolásában ez az iskola reform, amit mondhatunk. Ami nagyon fontos nekem is egy ide illeszkedő kérdés, az az, hogy mikor járt ott utoljára? Hát, mint látogatóban azért úgy évenként el szoktam menni, legalábbis kívülről megnézni, mert ugye az iskola már megszűnt. Tehát most az is egy magán lakás lett, de azért még az udvar, a melléképületek megvannak, és akkor meg a külső homlokzata azért úgy néz ki, egy kicsit már változott, mert a két tanterem volt, az éppen a vasútra nézett az ablakai a két tanteremnek, és látom, hogy ott is már egy ilyen bejáratot csináltak, tehát átalakítva, de azért a főbb vonalai megvannak, és volt egy úgynevezett egy harangkert. A harangkertben volt egy kis harang, és minden hónap harmadik vasárnapján a Nyárlőrinci, a Szent Lőrinci plébános, az ott szentmisét tartott. És akkor ott beharangozni, ugye háromszor harangoztunk, meg minden délbe az a kis harang megszólalt. Tehát ez, amikor otthon voltam, vagy akkor én csináltam ezt legtöbbet, meg a gyerekek, az iskolás gyerekek, ugye azok voltak megbízva. Tehát itt, és sajnos egy 4-5 évvel ezelőtt is jártam, a harang nincs meg. Megvan a helye, de a harangot valaki, mondjátok, hogy szüksége volt rá, mert ő neki, hogy harangozzon, vagy a mének adta le. Tehát visszajár ugyanúgy erre a helyszínre, és gondolom azért pozitív érzések töltik el a gyermeki évek kapcsán. Igen, igen. Két nagy eperfa volt az udvarba, ugye, és hát azt másztuk, ugye, gyerekek. Volt úgy, hogy mikor érett az eper, hogy az telivel terítve volt az alja. Persze mi szaladtunk, elestünk, meg kellett nézni, anyánk nem örült neki, hogy milyen színű lett a nadrágunk, vagy. Tehát sok, nagyon sok emlék, és tényleg egy nagyon jó érzés visszagondolni rá. Ugyanúgy visszakapcsolódik a kérdésem ehhez az időszakhoz, mert én azt gondolom, hogy az ember életét az első 18 éve, de a 14 biztos rendkívüli módon meghatározza. Az, hogy milyen millióból származik, honnan jön, milyen közeg, milyenek a szülők, mit kapott útra valóul. Az ön esetében is ez a kérdésem, hogy ma így ennyi idősen, annyi közéleti tevékenységgel, Hunyadi Városért díjjal, sok minden mással, mi az, amit ennek az időszaknak köszönhet a világoshegyi éveknek, ha így visszavezeti magában azokat, amiket ebben az időszakban kapott? Hát én úgy érzem, hogy a legjobban a család. A családot ismertem meg, és nőtem föl, családban nőtem. Tehát pedig ugye csak ketten voltunk gyermekek, ugye a nővérem meg én, meg egy darabig az unoka testvérem, aki szintén egy 3 hónappal volt fiatalabb, és sajnos neki meghalt az édesanyja, és az édesanyám magához vette, ugye, mert özvegyel maradta, és akkor nem akarta, hogy a sógora nevelje, hanem akkor ő nevelte tovább a unokatestvéremet. Mondom, egyidősek voltunk, de én nekem, és még a gyermekeim is még egy kicsit belekóstoltak, hát a
ebbe az életbe, mert a szüleim még, és édesanyám még megvolt, már akkor beköltöztek ide Kecskemétre, de ez a családi hangulat megmaradt, és én hál' Istennek, hogy így mondjam, örülök neki, mert a gyermekeim is ugyanezt viszik tovább. Aztán, ahogy említettük is, ugye egy kecskeméti időszak következett az ön életében, ahogy a második Rákóczi Ferenc iskolától egészen 60-ig, ha jól emlékszem? 60-ig, igen. 60-ban szerzett felsőfokú végzettséget? Nem, a gimnáziumban érettségiztem 60-ban, és utána akkor egy-két évet egy ismerősünk rábeszélt, hogy menjek ilyen irradástechnikai műszerész két éves iskolába. Ez Pesten volt. Hát ott már nem úgy, persze, hogy nem úgy lehetett élni, meg nem is éreztem annyira rokonoknál. Első időszakban Dunaharasztiba az unokatestvéreméknél laktam, a második évben pedig apám kollega nőjének a bátyja az lakott Óbudán, és akkor meg ott laktam a Timár utcába. De szóval, hogy mondjam, olyan maradandó emlékek nem maradtak ebből az időszakból, mint ami volt a Világoshegyi. És akkor a 62-ben végeztem, és akkor hazajöttem Kecskemétre. Tehát itt kezdtem el dolgozni rendesen, tehát a távközlés, ez akkor még a posta volt, posta műszak, tehát itt a telefonközpontba kerültem, és ott dolgoztam egy évet, és akkor utána elvittek katonának két évig. Katona voltam 65-ben, és akkor már, hogy most egy kicsit visszatérek a 60-as évekre, hogy 1960-ban a gimnáziumi érettségi bankettünkön a feleségemet, hát akkor ő még másodikos gimnazista volt, őt, mert volt egy fiús bankettünk, ami a KTE pályának az éttermébe volt. Ez akkor csak, mert én tiszta fiús osztályba jártam a gimnáziumba, és akkor ez volt a hivatalos bankett. És utána azért előtte már akkor is gyűjtöttünk pénzt, ugye beadtunk mi, vagy az a szüleink, hát ugye nem mi, mert nekünk nem volt miből a szüleink, és akkor volt egy kis osztálypénz, és akkor rendeztünk egy lányokkal egy bankettet a Tiszti klubba, ott a Városháza mögött, Lechner-Ödön utcába. Ott, és na, akkor ott hívtam meg, akkor a második gimnazista, vagy másodikat végzett lányismerősömet. Szerelem lett, és ezt azt lehet mondani, akkor egy diákkori szerelem. És tulajdonképpen ezzel is kísérte önt? El élete végéig, sajnos, hogy nem. Addig, de 65-ben elvittek, vagy 63-ba ugye katonának, 65-be szereltem le, és akkor utána esküdtünk meg, tehát 65-be. A katonai évek előtt és a kecskeméti időszak 50-es évekhez kapcsolódó, mondhatni jellegzetes és fontos dátuma azoknak az embereknek, akik megélték, az 1956. Igen. Ugye egy tanyavilágból érkezve azért bizonyára a tanyasi gyermekeknek a életkörülménye, illetve az akkori a Rákosi diktatúra nehézségei közepette, bizonyára önökhöz is eljutottak azok az információk, ami a tanyavilágban történt a magyar parassággal. Igen. 1956. október 26-án Kecskeméten is kitört a forradalom. Ennek kapcsán, akinek az élete érinti ezt az időszakot, mindig meg szoktam kérdezni, hogy milyen emlékei vannak erről a pár napról, egészen a második szovjet megszállásig, ugye november 4-én. Hát akkor voltam elsős gimnazista. Tehát 56 őszén kezdtem a gimnáziumot,
És akkor már ugye az előtte való egy-két napban már úgy hírekbe hallottunk, hogy ugye Budapesten már tüntetések vannak, minden, és akkor 26-án, tudom, úgy emlékszem rá, hogy bejött egy tanár az osztályba, és akkor mondta, hogy akik bejárók, azok menjenek haza. Mert ők már gondolták, hogyha itt is kitör a forradalom, ugye Kecskeméten, akkor leáll a közlekedés, és hogy nem tudnak hazamenni a bejáró gyerekek, tehát akkor őket elengedték. Én is, mi akkor az Árvaházba, a Katona Gimnázium elsőbe az Árvaházba volt, és akkor onnan a nővérem az pedig az új kollégiumba, a Bányaiba járt, mentem hozzá, és akkor már ugye kezdtek gyülekezni már az emberek, a főtéren kezdtek fölvonulni, ugye az Ávorszékház elé a régi ugye katolikus bérház, ami volt, ugye láttunk, és akkor nővéremet is, na és akkor hát mit csináljunk, úgy beszélgettünk, és hát akkor menjünk el az emberekhez, tudtuk, hogy ott két-három, akik lakitelekről, Tiszakécskéről jártak be, és olyan jobb kapcsolatban voltunk, hogy ők hogy mennek haza, és akkor elmentünk az egyikhez, ott a, most mi is ez a színház mögötti, akkor nem jut eszembe hirtelen a neve, hogy milyen cég volt az, vagy ilyen iroda, és akkor azt mondják, hogy na jó, gyerekek, lesz egy autó, hazaviszünk benneteket. Tehát mi úgy mentünk haza, és akkor már egészen ott az Ávószékház előtt már komoly tömeg gyűlt össze, már kiaválták, hogy le a vörös csillagot, tehát így részben hát benne voltunk a előkészületekben, vagy láttuk, nem benne voltunk, hanem láttuk az előkészületeket, gondoltuk, hogy ez lesz. Hazavittek bennünket, illetve hát ott a betonúton, a 44-esen, a világos egy ilyen bekötő úton ott leraktak bennünket. Hát onnan egy 400-500 méterre volt az iskola, és akkor hazamentünk. És anyám borzasztóan meglepődve, hát ti hogy jöttetek haza? Apátok bement értetek. Még az utolsó vonattal, de ő már szegény nem tudott, nem volt már visszafelé vonat, mert ugye keresett bennünket, hát nem talált se az ismerősöknél, rokonoknál, iskolában nem talált bennünket, hát nem, mert mi hazamentünk. És akkor nem tudott apám vonatta hazajönni, elment a nagybátyám, az édesanyám unoka, vagy nem unoka, hanem öcséhez, és az hazahozta motorral. De ez már olyan alkonyat volt, olyan 6 óra felé, és mire visszajött a nagybátyám, a reptérnél már ott nem engedték be. De a 44-esen nem tudott bejönni, már ott fegyveresek álltak, már a fegyver ropogás is, ahogy utána apám mondta, hogy hallották, tehát, és akkor a nagybátyám aztán utána valami földútokon keresztül jutott vissza a családjához, mert hát ő is izgult, hogy mi van a családjával. Tehát a kecskeméti eseményeket, nek a kezdetét éltem át, meg ezeket a dolgokat, amiket mikor mentünk hazafelé, már hallottuk, hogy milyen tömeg gyűlt össze, meg a szám most apám délutáni elmeséléséből. Aztán, mikor véget ért a forradalom néhány dicsőséges napja, jött ugye a megtorlás, milyen nyomait látta ön a belvárosban a
a forradalmi eseményeknek? Hát a vagy a rendőrség szétlőtt tetejét láttam. Láttuk, ugye innen mentünk az államvasúttól, ugye mentünk az iskola felé. Hát akkor nem volt busz, hanem nagyon sokszor gyalog mentünk ki innen, mert akkor már a Reálba költött, vagy költözködött az iskola. Tehát akkor ott már láttuk ugye az új kollégium is kapott elég sok lövést, tehát ezeket a nyomokat, és ez meg is, meg az ávó székház, tehát ilyen nyomokat, és amit én személyesen láttam. A szüleiben milyen érzéseket látott ekkor, amikor ez a forradalmi helyzet kialakult, mondjuk az édesapján? Igen, hát édesapám nagyon örült neki. Nem, hát sajnos ő egy kicsit ilyen reakcióksnak is tartották. Tehát a főnökei nem a legjobb szemmel nézték, tehát apám nagyon, nagyon örült, hát édesanyám is, de ő azért annyira nem politizált, apám sokkal jobban, és mondom, nagyon nagy örömmel, meg akkor ugye hallottuk a pesti eseményeket is, hogy ott is ugye azért a milyen tömeg, akár a műegyetem előtt, meg utána a fölvonulások, meg minden, ugye, amit azért akkor már rádió bemondta, azért hát máshonnan nem nagyon tudtunk híreket szerezni, csak a rádió híradásán keresztül, és onnan követte végig apám. Meg ő azért meghallgatta a Szabad Európát is, meg Londont is. Tehát szóval, mert akkor még olyan világvevő rádió volt az idézőjelben, hogy az a Néprádiót, nem tudom, tetszik-e rá emlékezni, na azt egy kollégája átalakította világvevővé, vagy egy pár ugye, rövid hullámon keresztül ezeket a Szabad Európát, Londont tudta hallgatni. Tehát innen értesültek ők is az eseményekről, vagy értesültünk mi is. Amit mi fölfogtunk belőle, hát ugye azért még 14-15 évesek voltunk, tehát még annyira azért nem értettük mi, de láttuk a szüleinken, hogy meg a közvetlen környezetünkön, hogy nagy dolog ez, ami történik. Aztán az időben egy picit lépve, ugye azt mondja, hogy 65-ben szerelt le. Igen. A katonai évek után hogyan alakult a további életük? Igen. Hát én mentem vissza dolgozni a telefon a központba, a feleségem pedig a Nemzeti Bankba dolgozott adminisztrátorként. És akkor hát utána születtek a gyermekeink, 67-ben és 70-ben két lányunk született, és akkor 65-ben a esküvünk után, novemberben volt az esküvő, akkor a feleségem nagybátyja segítségével megvettük a ifjúság útján egy telket. És azt akkor 65-ben elkezdtük építeni, 66-ban, ugye, mert az ősz volt, 65 ősze, 66, nagyon sokat így saját magunk, amit tudtunk, meg akkor még olyan volt a kollegialitás a munkahelyeken is, hogy az emberek mentek egymásnak segíteni. Nagyjából mindenki, ugye abban az időszakban
hát pár évvel idősebbek voltak, mint én, de azoknak se volt még, vagy építkeztek minden. Tehát akkor egyszer mentek ide, Kalákába, akkor a következő, mikor ő nekik volt nagyobb munkája szükség, akkor ment a csapat oda vasárnaponként, szombat délutánonként, így meg nyári időszakban, meg esténként, hogy alapot ásni, sódert rakni, téglát, tehát ami az építkezéshez kell. Nagyon, szóval akkor egy olyan komoly kollegialitás volt az emberekben, hogy segítettek egymásnak. Nem úgy, hogy na hát mit törődnék én veled. És önmagában ez az ingatlan, ahova most itt a Hunyadi városban költöztek, igen, ez mikor állt így össze? Tehát az ifjúság útjai lakásunk az 67-re lett úgy kész. Tehát, hogy már be is költöztünk, addig egy évig itt anyáméknál laktunk, és aztán a gyerekek, ahogy nőtek, hát akkor úgy rendezgettük, próbáltuk, akkor még egy kicsit már mi is többet kezdtünk keresni, és akkor meg ugye sokat valamit, akkor az ember túlórát vállalt, meg ilyen maszek munkákat, hogy legyen egy kis pénz, mert a fizetés az azért elég gyér volt, hogy úgy mondjak, ugye, hogy abból nem tudtuk volna. Hát jó, OTP kölcsönt is vettünk föl, tehát mindent, és úgy, aztán úgy jó 70-es évek elejére úgy viszonylag rendbe lett az egész házlakás, és akkor én beiratkoztam a közlekedési és távközlési műszaki főiskolára, ez annak a távközlési szakára. A nejem pedig a pénzügyi számviteli főiskolára. Tehát mind a ketten, akkor már mind a két gyermekünk is megvolt. Tehát úgy tanultunk a gyermekek mellett, nagyon sokat köszönhetünk a szüleinknek, akár a én szüleimnek, akár a feleségem szüleinek, hogy minden segítséget, amikor el kellett menni, meg gyerekek, már mi dolgoztunk, akkor a gyerekek a nagyszülőknél ebédeltek. Mindig nem ettek menzán, nem is szereti egyik se a menzát, vagy nem szerette, mert mindig a nagyszülőknél. Tehát nagyon sok nagyon hálával tartozzunk a szüleinknek, mert nagyon sokat segítettek a gyerekek, ha nem is a nevelésébe, de az garandírozásába, a nevelésébe is, de azért nevelni azért azt inkább mi csináltuk. De ez látszik, és én nagyon örülök ennek, hogy a gyermekeim, unokáim ugyanezt viszik végez, hogy ugyanúgy, tehát a család megvan. Nálunk hál' Istennek azért ez a családcentrikusság. Ugye az ön élete kapcsán fontos elmondani azt is, hogy az önök élete kapcsán jobbára az öni, hogy azért ez a Hunyadi városért elismerés, az az ön közéleti és közösségért végzett munkájának is az eredménye. Erről is beszéljünk egy kicsit, hiszen azért kicsit mondhatni ilyen, hát hogy is mondjam, valamilyen szinten táj közeli rokonok is vagyunk, hiszen ugye Világoshegy és Kohári Szent Lőrinc azért egész közel van egymáshoz, hogy mit tud adni egy tanyai iskolában nevelkedett fiatal srác, később évben felnőve egy kecskeméti mikroközösségnek. Erről beszéljünk egy picit. Hát tényleg minden rendezvénybe részt vettem, szervezésébe, lebonyolításába. Nagyon sok Hunyadi városi ilyen megmozduláson aktívan részt vettem, és ha úgy érzem, vagy akkor azt hiszem érezték az emberek is, akik vagy ott voltak, hogy az ember egyhogy szívesen csinálja, örömmel csinálja, és tényleg amit tud, azt kiadja magából.
Tehát ez nem csak, nem csak anyagilag gondolom, hanem inkább szellemileg, érzelmileg. És én nekem ez nagyon sok mindent jelent. Ez ide tartozást is erősít önben, hogy tesz a közösségért, vagy alapvetően ez önből jön, hogy működik a közösségért, a közösség működését mondhatni. És hogyha ezt kicsit sorba szednénk, akkor mi volt az olyan első rendezvény, vagy esemény, vagy bármilyen akció, amiben részt vett, és így sorban egy néhányat ki tudna emelni, amelyre úgy büszke, hogy létrejött itt a Hunyadi városban? Hát igen, az egyik lényegében a Hunyadi városi napok, ugye elég régóta megrendezésre kerül, és akkor ebbe aktívan részt vettem, segítettem a előkészületekbe is, meg magába konkrétan a rendezvény lebonyolítása alatt is sok mindent, amit kellett segíteni. Hát sokszor volt, amikor ugye, valamit berendezni, egy termet vagy a rendezvényeit, hát akkor meg azt csináltuk. Tehát akkor hozzáfogtunk, és akkor fizikailag pakoltuk a padokat, a székeket, mindent, amit kellett. Akkor ha ilyen valamilyen, nem vendégelés, tehát valami főzés, ugye, mert azért ez mindig hozzátartozott, abban is aktívan részt vettem, előkészítésébe is, a húsok, mit tudom én, földarabolásába, minden főzésbe. Tehát így, ami tényleg ilyen rendezvényeknél szükséges, úgy mindenben részt vettem, akár a szellemi, akár a fizikai részében is. Hogy érzi, hogyan működik ez a közösség most itt, és mennyire volt befogadó az ideérkezőkkel? Hát azért nagyon sokat lehet köszönni. Én így nem dicsér, vagy nem tudom, minek mondjam, de ugye azért van egy olyan ember, aki azért viszi a közéletet, szervezi, és az is látszik, hogy ő is szívből csinálja. Tehát itt a Pászti képviselő úrra gondolok, hogy ő összetudja nagyon jól állítani, szervezni ezeket a megmozdulásokat, és akkor, ha látja valaki, vagy valakik, ugye többen, hogy igenis ez az ember, aki nekünk beszél, mondhatni az, hogy dumál, de nem dumál, hanem tényleg beszél velünk, és megkér, hogy nem az van a háta mögött, hogy na csináljátok. Nem, hanem csináljuk. Tehát, hogy mindjárt sokkal jobban látja az ember, és a többiek is, nem csak én, hanem akik többiek is segítenek, hogy igenis nem azt akarja, hogy na hát akkor majd learatom a babért, hanem hogy mindannyian. Ez egy nagyon fontos és nagyon jó dolog, és még mindig így csinálja András, hogy meg szólítja az embereket, de nem hagyja magukra, hogy na akkor most kiosztom, hogy te ezt csinálod, te azt csinálod, te amat csinálod, azt mondja, jó, majd csináljátok, hanem igenis ő is aktívan részt vesz benne. Hogy érzi magát Hunyadi városban? Hát most már azt mondom, hogy 1965 óta. Hát már azért eléggé törzs lakónak számítok itt a Hunyadi városban. Én nagyon jól érzem magam tényleg, mert sok minden van, ami azért úgy emlékeztet
a gyerekkoromra, hogy szabadabban. Tehát van levegő, van mozgásterület, tehát nem, azért mondom, hogy az a pesti két év nekem az borzasztó szenvedés volt, mert hát akkor már azért csak olyan 18-20 éves gyermek voltam, tehát nem voltam olyan kis srác, de hát, és ezért szeretek itt lakni, és nem is tudnék már úgy bemenni például egy ilyen lakótelepre, vagy bérházba. Én ezt szoktam meg. A gyermeki időszak, a gyermekkornak a családi kötődése, az a fajta millió, ami körbevette az ön életét, az ma hogyan van jelen az ön életében, sajnos már egy felesége nélkül? Igen. Hát ugyanúgy hál' Istennek, ezt tényleg azt mondom, hogy hál' Istennek, hogy a gyermekeim is, és a gyermekeim családja is, azért lehet látni, hogy ők is ragaszkodnak a családhoz. Megtartjuk lényegében a családi ünnepségeket, névnap, születésnap, akkor azért ünnepnapokon is összejövünk. Ugye most már egy kicsit más, mert ugye akár az unokáim, ők, hogy akkor azok is már férjhez mentek, megnősültek, tehát akkor ott is van ugye egy másik oldal is, hogy azért azt is oda, és ez mindig, és még mi a saját gyerekeinknél is, hogy például karácsony. Akkor karácsony első napját együtt töltötte a család, és akkor a második nap meg a lányaink, a férjeikkel együtt mentek a férje szüleihez. Tehát nem csináltuk önző módon, hogy csak hozzánk, és nem mehettek máshova, hanem igenis az egyik megosztva, hogy ide is, meg oda is. És ez most ugyanígy érzem, mondom, az unokáimnál is, hogy ugyanúgy van, hogy azok is már azért férnél vannak, megnősültek, hogy egyik fiú unokám még nem, de ott is a másik szülőhöz is mennek, és nem úgy, hogy valamelyik szülő csak kisajátítja, hogy de csak mindig csak nálam lehettek, már nálam is, és már másik szülő az nem érdekel. Nem, ez hál' Istennek én úgy látom, hogy ez, ahogy nálunk működött, úgy működik a utódainknál is. Így az elmúlt évtizedek élettapasztalata mindannyiunk számára egy fontos üzenet, hogyha abból vonunk egy mérleget. És én minden interjú alanyomnak, mindegyik interjú alanyomtól azt szoktam kérni, hogy az ő életútja kapcsán egészen a világosi évektől, mondjuk az ön esetében, igen, a mostani napokig fogalmazzunk meg, vagy ön fogalmazzon meg egy olyan életút mankót, amelyet a mai fiatalok a hónuk alá vehetnek, és akár az ön tanácsai alapján is döntést hozhatnak a saját életükről. Erre önt is arra kérem, hogy az ön életútja, élettapasztalata kapcsán egy néhány mondatban egy-egy jó tanáccsal, ha ellátja a mai fiatalokat, azt bizonyára ők is megköszönik. Mit lehet a mai fiataloknak üzenni egy ilyen élettapasztalattal a tudatában? Hát én nekem azt, hogy és amit legfontosabbnak tartok, az összetartást, az összetartozást a család don belül is, és nem önző módon, hogy csak én és senki más. Tehát mindenféleképpen, és ez mindenre vonatkozik, és becsüljük meg a másikat, a testvérünket, a barátunkat, és ha az elér valamit,
a iskolai végzettség, vagy bármilyen öröm éri, akkor avval tudjunk és örülni, és nem irigykedni. Tehát hiába irigykedem én, hogy annak ez van, vagy az van, vagy ilyen, vagy olyan, az az övé. Ezzel én nekem nem lesz jobb. És hál' Istennek a családom tagjai is, utódaim is ugyanígy viszik, mert mindegyik arra törekszik, hogy legyen saját maga, és abba ő részt is vesz. Tehát mindegyik, hát minden a gyermekeim is, és az unokáim is, most már nagyok, mert még már a két dédunokám is van, és mindegyik unokám is azért, hogy lakása legyen, és nem úgy várta, hogy na puf, az ölembe hullik, hanem ő maga is részt vett benne annak az megteremtésébe, és én azt hiszem, hogy ez egy olyan hát örömet ad, hogy igenis, én is részt vettem benne. És ennek a megteremtése az én érdemem is, vagy az én munkám eredménye is. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ezt ne úgy várja senki, hogy hát így kitárom a karomat, és akkor hát majd csak lesz valami, majd csak segít rajtam valaki, majd ölembe potyan valami, vagy elvárom a szülőktől, hogy hát igen, akkor nekem teremtsenek ezt azt. A szülők úgy is segítenek, de az ahhoz még én, legalábbis én is, a legjobban mi is, mert mondom, ahogy említettem, ugye, hogy nagyon sokat köszönhetünk a szüleinknek, a gyermekeink ápolásába, gondozásába, anyagilag is, amennyit bírtak, hát akkor még nem volt olyan nagyon-nagyon elengedve, és de hogy maga teremtse meg, vagy ha megteremti, legyen aktív részese annak, hogy az életébe, amit elér, ez legyen akár szellemileg, tehát iskolázottság szempontjából, ugye, és anyagi lakás, autó, bármi szempontjából.